Tehát, hogyha végig tekintek a több mint három évtizedes szakmai múltamon és pályafutásomon, akkor megállapíthatom, hogy amire talán a legszívesebben emlékszek vissza, a direkt marketing, a Szedd Magad akció hazai elterjesztése. Az első Szedd Magad akció 1982-ben, 83-ban történt itt nem messze, tőlünk egy 100 méterre, a lakótelep helyén lévő Kajszi Barackosba. Akkor én főkertész voltam, és hát ez a Szedd Magad akció nem sikerült, mert a rádióban elhangzott időpont egy nappal korábban volt, mint ahogy ténylegesen kezdődött a Szedd Magad akció, és egy nagyon csúnya riport hangzott el a rádióban a következő nap, hogy a Szedd Magad akciós vendégeket nem a gyümölcsös gazdái várták, hanem csőszök töltött puskacsővel. Hát ez nagy leégés volt, de végül is aztán Vámos Mikolán teljesedett ki ez a Szedd Magad akció igazán. Hát ha Szedd Magad akciót meg kellene fogalmaznom, hogy mi is az, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy egy olyan speciális értékesítési forma, ahol mind a vásárló, mint vevő, mind pedig a termelő, mint értékesítő egyaránt jó jár. Annak idején a Szedd Magad akcióról 25 oldalas forgatókönyvet írtunk, amelyben mindent nagyon részletesen leírtunk és szabályoztunk. Az egész azzal kezdődött, hogy a gyümölcsöst, ahová beengedtük a vendégeket, tisztán, parkszerűen tartottuk és ápoltuk. Mint ahogy a templomba se káromkodik, meg dohányzik, meg hangoskodik, ugyanúgy egy szépen ápolt gyümölcsösbe is a vendégek, az emberek megilletődve lépnek, és fölmerül bennük a jó ösztön, és önkéntelenül kezdik óvni és vigyázni azt a fát. Másik nagyon fontos dolog az, hogy kellőképpen legyenek informálva, kiszolgálva és minőségi árut adjunk. Nálunk az volt a rend, hogy mindig csak egy 10 sort vagy 15 sort nyitottunk meg az érkezők számára, és voltak szedési felügyelők. A szedési felügyelőknek az volt a feladatuk, hogy felvezessék a Szedd Magad akciós vendégeket, és megmutassák, hogy kedves uram vagy hölgyem, de még tessék nézni, itt a sor közepén gyönyörű sok szép alma van, szedhető. Vagy ezt lehet mondani az őszi barackra is. Meg tessenek szíves lenni használni a létrát vagy a fellépőt. Vagy egy kicsit szíveskedjenek lejjebb hajolni, mert minden Szedd Magad akciót csak mellmagasságba szedi le a gyümölcsöt, nyújtózkodni már nem akar, és hát lehajolni megint nem akar. Na most sokkal olcsóbban vásárolhatja a vevő a gyümölcsöt, legyen az alma vagy őszi barack. Igen ám, de a vevőnek is vannak költségei, például az üzemanyagár, de erre én azt mondom, hogy a Szedd Magad akciót ne úgy fogják fel, mint egy gazdasági haszon szerzési akció cselekedet, hanem úgy fogják fel, mint egy kellemes, nagyon szép kirándulás, ahol a kellemest, a szépet összetudják kapcsolni a hasznossal. Amikor Vámos Mikolára irányítottuk ki az embereket, akkor én mindig próbáltam elmondani, hogy gyönyörködjenek egy kicsit a Dunakanyarban, lassítsanak, mikor Zebegényi félszigeten mennek, és ahol a Duna U betűt ír. És bárhol van az országban Szedd Magad akció, a magyar tájak olyan szépek, gyönyörűek, hogy az egy kellemes kikapcsolódás, egy kirándulással egyenértékű. Van még egy jó néhány helyen Szedd Magad akció, hallani a rádióba, olvasni az újságba, mozduljanak ki, menjenek és élvezzék a Szedd Magad akció előnyét. Kedvenc operettem a Cigány báróban énekli a főhős a közismert belépőjének összekötő szövegében azt, hogy majd más szakmára tértem át, ott hagytam menazsériát, és egy vándorcirkus szekerén kerestem kenyeremet, én ezt úgy adaptálom a magam számára, hogy
új szakmára tértem át, ott hagytam a sok kis almafát, s a pincészetem legmélyén keresem kenyeremet ér. Hát most ez történik itt, mert a birtokomat, illetően a szőlőterület a meghatározó, ahol királyleánka, cvejger, zalagyöngye, pölöskei, muskotáj fajtákat termesztek, és a szőlő egy részét itt dolgozom fel, és ebbe a kis pincébe érelem, és innen értékesítem. Az értékesítésnek a legegyszerűbb, nem akarom azt a csúnya szót használni, hogy legprimitívebb formáját választottam, ez pedig nem más, mint a termelői borkimérés, és kizárólag erre van engedélye. Vevő által hozott edénybe, végső fogyasztónak elvitelre kimérve. Tulajdonképpen a legfontosabb ebbe az egész direkt marketingbe, tehát a vevőnek történő értékesítésbe, hogy elbeszélgetek vele, elmondom a bornak az útját, a feldolgozás módját, a készítés minden csinyát, bínyát, és nem csak a bor finom, hanem ezáltal, hogy ezt mind elmondom, kerül lelkesedéssel, teljesen hiteles is, és ez a kettő így nagyon fontos. És ennek a direkt marketingnek a lehető legfontosabb eleme, hogy ne disztingváljak és differenciáljak a vevő között. Nekünk minden vevő egyformán kedves és szeretetre méltó. Az is, aki egy flakont visz, másfél liter, annyit kér, meg az is, aki egyszer elvisz 30 liter. Sőt, mi több, aki kíváncsi, lehozom az Országos Borminősítő Intézet által adott forgalomba hozatali engedély, tulajdonképpen a minőségi bizonyítvány, és ezt elmagyarázom, hogy ezek a bűvös számok, hogy titrálható savtartalom, szabad kénes sav, kötött kénes sav, cukormentes extrakt mit is jelentene, és hát mitől minőségi egy bar. A vevőim 75%-át ismerem, de itt is van fluktuáció, mint mindenhol. Maradnak el a legkülönbözőbb okok miatt, és mert elköltöznek, sajnos betegek lesznek, nyáron áttérnek sörre, de mindig jönnek újak is. Az állami támogatás összességében hát nagyon kevés, a magamfajta termelőnek csak egy mencsvára van, hogy az egyiptomi József módjára bespejzol, mikor bőség van, és amikor jönnek a szűk esztendők, akkor abból ér. Ahogy Prohászka tanár úr tanított engem Gyöngyösön, mert a szőlészetet és borászatot én ott szerettem meg igazán, a gyöngyösi főiskolán, a jó szőlőtermesztőnek egy évi termése, a tőkén két évi termése a pincébe, és most már legalább két évi termése a bankban van, a gyümölcs termesztőnek egy évi termése a fán, egy évi termés idézőjelbe a raktárba, és legalább három évi termése legyen a bankba. És ez a biztos nem az állami támogatás.